Csenga, Csenger, Csarnok, Futszál. A Csenger Futszál csapata a Corvitas Kft. Gödöllő csapatát fogadja fehérben a vendégek elegánsan és halálos félelemmel zöldben. Osváth Gál Krisztián, az indián, Szabó Pankotai Balog. És pillanatok múlva elkezdődik a forduló, elkezdődik a mérkőzés. Pap Attila azt mondta, igen, és a bírók azt mondják, megvan a síp, bevettem a számba, levegő, és beindított Szabó Ferenc, Szilárd, Szűcs László, és az időmérő Kövér Tomi, ők fognak, és jön Pankotai, Gálhoz kerül a labda, Gál, Pankotai kapásból, igen, lő egyet, eltanálja kipattan Osváth, Gál, ott, jajjajjajjaj, 8 centi, 28-assal Gál Krisztián, és 8 centivel ment el a balsó alkapofától. A szurkolók nem fogják abba hagyni, és itt másfél-két óraig olyan hangulat lesz, ami miatt érdemes felébredni hétfőn, és úgy érezni, hogy vasárnap van. A csengeri csapat, gondolom, csak fog kifele kapni. Ej, de veszélyes volt! Baranyai volt az első, a csapatkapitány, aki példát mutatott. Íme gyerekek, lehet nyugodtan kaparolni, Szabó Józsinak még nem volt védenivalója, amikor megyünk hátrafelé, és elfogyasztottunk diétáson 2 perc. Óriási! Nagyot védett a kapus jobb kézzel. Ott tartjuk a labdát, bedobást, Osváth. 23-as al Osváth, és alatta egy színes póló van. És ahogy hallották a közönségtől, Mándi Laci visszajött. Mándi Laci itt van, és a közönség üdvözölte. Jó érzés volt, múltkor is a nevét szentté próbálták kiabálni. És Gruber 5-össel. Vigyázz! Jaj, de szép volt! Ott van ők ketten. Gyere, most kapásbú! Lő egyet, és nem! Na, ez már valami. A labda, mint a biliárd golyó, amik meg volt kenve. Misztikumus szexolajjal, és csak úgy repült a labda, de nem most. Lőd, ott van! Juhász Norbi! Gól! Igen, kiemeltük a labdát. Hát Pap Attila össze van kötve 47 ezer idegszállal, a szurkolókkal együtt vannak, ők közösen egy hangszer. Magyar mellé, vaj, de veszélyes volt, jegyezzük meg, 12-27-nél nagyon veszélyes volt. Molnár Márton volt az, aki veszélyeztette Szabó kapuját, de a kapu mellé ment a labda. Óriási lövés, nagyot védett, Ilcsik, a csapatkapitány Ilcsik Tamás, nagyot védett, könyökre esett, kinyúlt, felemelkedett 45 centis fogba, és óriásit védett. Vigyáznak rá, megbecsülik a labdát a gödölőiek. Most gyönyörű labda! Hölgyeim és uraim, Szabó Józsi! Érezte, hogy mit akarnak veled csinálni, de nem sikerült, ez nem április elseje, ez ma 31-e van, és hónap megyünk a temetőbe, de egyelőre elrendezzük ezeket, hogy ne legyen virasztó. Ömlik a sör, habzik a száj, és nálunk pedig berugás. Balog, ajj, de szép volt! Szép támadást láttunk, Balog Árpi. Baranyai, Talpcsel, megtartják a labdát. Gruber. Józsi! De jól érezte meg Józsi ezt a lehetőséget. Ezt is elvitték a játékosok. Ott vannak, kapora fogják. Elloptuk a labdát, gyere, Balog, gyere! Kirúgják, ajjajjajjajjaj. Jön a gödölő, támad a gödölő, most van valami kilátásba, középen adja, és bevágja! És egy-egyre alakul, 7-23-nál nagyon okosan játszották, meg nem lehetett mit csinálni. Ez visszajön Gál Krisztián és Osváth. Kilőtte a gólt. 11-essel.
Magyar Zsolt egyenlített, 1-1. Itt még fognak a vendégek lőni, és ha berúgják... Hoppá! Osvát! Lő egyet, és óriásit védett! Ilcsik! Gyönyörű Osvát lövés, ezt meg lehet nézni lassítva. Osvát elindul, eldönti, lő, és mit védett? A kapus mellette elment. Nem sikerült. Milyen érdekes, csak nézik egymást, mutogattak ujjakkal, a körme is viszket, a haja, Gál Krisztián. Gál Krisztián, az indián, nyíl vesző. Az apacsok főnöke is fent a hegyen elordította magát, és Szabót kivarázsolta Gál. Gyönyörű gól! Jaj, de szép gól! Micsoda gól! Tessék megnézni még egyszer. Suttognak, beszélnek, pantomim, cirkusz, jön a kigyú, kinyissák a dobozt, fekete nyíl is bent van! 2-1-re vezet a Csenger, 5-13-nál. Érdekes dolog, megbeszéli Szilágyi. Gyerekek, láttátok a dolgokat? Hajtsatok rá! Ők próbálkoznak, hadd menjen, megy az idő, Molnár. Zsibbadásig fog menni, elloptuk a labdát, lőttek szépen ott a labda, gól! Brazília karnaval, mesztelen nők, nincs rajtuk a melltartó, csillog a bimbó, bravo, balog, Árpi, érezte, letérgyepelt, adjatok nekem erőt, rátapadt a labda, okosan hideg vérrel, tejfel, nyakkendő, atya úristen, micsod egy smokingos gót láttunk, balog túl, és marad a 3-1-re megyünk ki, 3-20-nál. 12, kapora rugás lesz. Igen. 6 másodperc, kapora rugás. És bejött. És 3-2. És 3 másodperc maradt hátra. És bejött. Atya ég. Baranyai lövi be. Jó csapat a gödölői csapat. Megcsinálták. Nem hitték a fiúk. Vége az első félidőnek, a végén góllal mennek a vendégek az öltözőbe, és ez őket megemeli. A kedves szurkolóink, érdekes mérkőzést láttunk az első félidőben. Vezettek a hazaiak, és utána érdekes gólt lőttek a vendégek, majd 3-1-re húztunk el, 3-2 lett és szünet. Várjuk, nézzenek minket, mert ha minket néznek, saját magukat láthatják. Hajrá, Csenger! Jön a henger! Valahova eltűnt egy perc, és a szurkolók pedig lássák, érzik. Ajj, de szép lett volna Osvát, tudta, mi fog történni, és Gál ezt begyakorolták. Egy hétig gyakorolták ezt az őrületet. Ott van király, lő mellé! Pankotai gumimezzét meghúzta, és a 9-esből lett egy nagy nulla. Ajj, de izgalmas volt. Na, a kettő érdekes dolog, ott volt, majdnem elmentük a labdát. Nem, le kell támadni. Kirúgják a labdát, figyelem. 5-4-eznek a Corvitas lakói. Molnár. Köszönöm szépen. Józsi a király! Józsi! Szabó Józsi! Hidegvér palacsinta, Lekváros palacsintát evett, megtűrült a száját, és 73-as számmal belerugott a labdába, és a labda az egész pályán átszállt, és mint a lepke, bám, 4-2, gól! Szabó Józsi! Ilyet ritkán lehet mondani, Szabó Józsi, a gólszerző, gólt lőtt, Szabó Józsi! Bravo, óriási volt! Geletei van bent, és Mándi Laci. Józsi! Jajjajjajjajjaj, de szép volt! Józsi! De szépen csoldotta meg! De szép volt ez a jelenet! Ott van a labda! És itt a veszélye! Ott a hely! Józsi! Szabó! Dzsungel hangulat, mit művel ez az ember? Szabó, Józsi, gótlő, véd, mindent kivéd. 5-4-ben vannak.
Molnár. És bevágják. 4-3, 13-26-nál. Blaubacher Pál a 4-2 után jött volna az ötödik, ez lett volna jó, de jó játszanak minden esetre. A vendégek, jó az a gödölői csapat. Ott a szép labda. Ott van a labda, Mandi. Ott van, kapufa! Ott van, gól! Mandi! Mandi Laci! A színeszes Scorpio támadás a Csenger csapatától 12-20-nál. Scorpio! Ide-oda beforgott, megszédült mindenki, visszakerült Mandihoz, kapufa, óriási kapufa, Mandi visszakapja, bevágja és Szabó azt mondja, fiam, fiam, te leszel a keresztapa, ha lesz még egyszer egy szülőcsatorna ünnep a házamba. Marad az 5-3, felmentünk, óriási, bravo! Öt három, lemegy a kapus, 5-4-eznek a vendégek, biztos, hogy így lesz. Odaadják a labdát középre, és ott van, még mindig ott a labda. Kapásból nem, mit védett Gál! Megállítva ezt a támadást. Elmegy a labda, még mindig ott van Molnár, most adja be a labdát, Juhász, vigyázz! Józsi, mit végett? Ez nem Józsi, ez le van fogyva. Ki van lefogyva? Hát Juhász, Juhász Sanyi van lefogyva. Nára a reflex számít. Gál próbálta hátizsák formába felvarnatni magát. Óriási! Óriásit védett Juhász! A teste már berepült a vinklibe, és kint maradt a keze! Kint maradt a keze bábú, bábkabarai felnőtteknek! Óriási bölcsességek, vidámságok, humorérzék, szerelmi szex, atyaég, minden van itt már. És 7:45. Szépen gurul a labda, de nem történik semmi. Ott van a király, Juhász Sanyi! Pofa be, mondja a bíró. Már régen fújt, talpalás, szabadrugás, csend legyen. Ez kulturálta mondta, én mondtam irodalmilag, hogy pofa be, és szabadrugás onnan. Igen, rátartottak, nem téma, téma le van zárva. Valamit elrontottak a fiúk, a bíró mondja, hogy ez az első futzál meccsetek? Pankotai mondja, nem, már játszottunk kötött. Jaj! Jaj! Jaj, de szép lett volna! Neki ugrott. Micsoda egy helyzet! Hát ezt lassítva is meg lehet nézni. Ha ez bemegy, akkor vetem magamat, nyílnak a szárnyaink, betemen vagyok, és jön Mandi Laci. Jaj, de szép volt, és gól, a szép gólt lőnek. Öt, az ötös számú Gruber lövi be a gólt, 5-4-re alakul, 4 perc maradt hátra. Tehát ezt az 5-4-et mégiscsak sikerült végig kihúzni. Mérgesebben kellene játszani. Ötnégyezik a Korvitás. Gól! Mandi Laci! Mandi Laci! 6-3, 6-4! Mandi, megmarad! Csinálnak Mandiból egy pizzát! Mandi nyomad! Jöjjön be még Szabó, essen rá, legyen belőle egy hamburger! Ha-ha! Mandi Laci! A közönség! Bejött Balog. Köszönjük szépen. Menjetek arrébb, Puja. Ott van a labda. Elvettük a labdát. Ott vannak a támadások. Jön a csapat. És ott van a kapus, Juhász!
Juhász lőtt meg azt a labdát, ott van kapufa! Juhász! Micsoda a lövés volt! Hozzáért! És berugás lesz! A bíró nem hall semmit. Ott van Baranyai. Visszajöttek. Molnár. És mellé megy. Micsoda helyzete volt a Korvitásznak. Micsoda helyzete volt. Hogy nem ment be. Megáll az ember esze. Szente Tamás volt az, aki kihagyja. Micsoda lehetőség, ez a mérkőzés fordulata. Ha most a Csenger belő egy gólt, ez lenne a poén. Még mindig ott a labda. Megjött az Alej, Baranyai, vigyázz, ott van! Mándi, Mándi, megvágja, Mándi, bemegy a labda, bemegy! Gól! Mándi! Mándi, mester hármas, Mándi! Hazajött Mándi, hazajött a szent fiú! Atya úristen, micsoda okos, kivárt gól! Micsoda gól, 7-4! A Csenger és a közönség! Tessék megnézni, mi van ma itt! Óriási mérkőzés! Mester hármas Máldi Laci, bele lehet sírni! Papatilla megőrült! 1-28, állj, de szép volt! A fanatik, az őrült fanatik, és Mándit ünnepelik Mester 3-assal. Mándi most dobja be a labdát, kapaszba fölé, ha ez még bement volna. Egy perc maradt hátra. Áll az óra, áll az óra, áll az óra, állt az óra. Kapufa, kivétük! Rugunk-e még? 10 másodperc. Atya úristen, micsoda kavarodás! 1 másodperc! Ilyen nincsen, apám! 1 másodperc, és megállítják az órát, miközben 3 másodpercek ment az idő. És győzött a Csenger! Tessék nézni az ünnepelteket, a taps, íme! Ott volt a levegőben egy gyönyörű felhő, amit úgy hívnak Mándi Laci. Hazajöttél Mester 3-assal. Hogy érezted magad ma, Mándi? Jó estét kívánok, köszönöm a kérdést, kiválóan éreztem magam. Nagyon jó volt az egész légkör, hiányzott a közönség, csapattársak, mindenki hiányzott nagyon. Ki egy öröm itt lenni, csak hallgatni kell őket. De hál' Istennek beindult a henger. Hogy hívnak, Picu? Szabó Anna Sára. Szabó Anna Sára. Jó kijárni apu meccsire, nézni, hogy hogy játszik apu, ez egy jó érzés? Igen. Kivel drukkolsz itt kint? Kivel drukkolsz apunak? Ki jön még vele? Eszter Bence anya. Anya. Szereted a gólt? Igen. Láttad, hogy ma apu mit csinált? Mit csinált? Igen. Gólt drukkolt. Hajrá, Csenger! Akkor egy nagy puszit apunak most. Ez az! Ezek 5-4-eztek.
egy másik csapat, aki 5-4-ezik, nagyon feszült volt a dolog. Mikor érezted meg azt, hogy hú, most már rend van? Amikor 3 góllal vezettünk, mert ahogy mondtad, 5-4-eztek, és nagyon okosan 5-4-eztek. Ugye a csapat struktúráját, hogyha nézzük az 5-4-ezős csapat struktúráját, volt benne 2 öregebb és 3 fiatal. A 2 öregebbnek, a Szentének, illetve a Baranyainak összesen körülbelül 300 válogatott mérkőzése van. Tehát ők hátulról úgy irányítgatták a dolgokat. Ugye a fiatalok elő próbáltak leforogni, szöget fogni. Igen, bejött azért, óvatosan, okosan, szépen kivárva, de megcsinálták, de hála jó Istennek több gólt rúgtunk, mint ők.